Kosicki Attila altábornagy úr 80 éves lett. Családi körben köszöntötték barátai, tisztelői, köztük dr. Bóka István polgármester. A tábornok úrnak, mint vadászpilótának 6665 felszállása volt. Hogy Babonából hiányzik-e az utolsó, kérdeztük a 43 évig aktívan repülő Kosicki Attilát. A repülés során a pilótáknak van egy úgynevezett hajózókönyvük, amiben vezetik, hogy melyik nap mit repült, és is. Na most ezek az évtizedek során ugye összegyűltek, és amikor befejeztem a repülésemet mindenféle szempontból, na megnézem, hogy mennyit repültem tőle. És könyveket vagy lapoztam, ding, 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 aláhúztam, 6665. És valaki egyszer az előadáson elmondta, hogy tábornok, az még egy felszállás, miért nem csinált egy 6660? Nem tudtam, hogy ez 6665 lesz. A érdekesség az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a repülésben a legveszélyesebb rész a felszállás és a leszállás. Na most a felszállásaim száma 6665, a leszállásaim száma is 6665, tehát nem katapultáltam, nem kellett kiugrani egy törnyűvel. Ő úgy ment el 55 éves korába, hogy aktívan repült, és harci repülőgéppel, és bemutató repülést csinált. Élete volt a repülés, és akkor nem csak annyi, hogy a sajátja, hanem a fiatalabbakat, a beosztottakat nevelte, és irányította is. Egy németországi utamalkalmával, szolgált utamalkalmával, ahol a német vadászpilóta találkozóra hívtak meg, akkor döbbentem rá, hogy mi magyar vadászpilóták, nekünk nincsen találkozó. És 2013-ban szerveztem az első magyar vadászpilóta találkozót, azóta ez most már ebben az évben a 11. lesz, hát remélem folytatják a fiúk, az elsőt én szerveztem, a második körünkbe ül a Helenbai ezredes úr, ő szervezi jelenleg, ami nagyon jó, mert nem a kocsmai asztali beszélgetéseknél hangzanak el történetek, és néha kibuknak olyan dolgok, hogy na ne, ezt komolyan így csináltad, és nagyon, nagyon jó dolgok. Exupérynek van az a könyv, hogy egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket, és ez egy nagy igazság. Nagyon kevés embernek adatik az meg, hogy abból éljen, amit szeret, ami a hobbija. Na most itt azok az emberek, akik ővel is együtt dolgoztak, meg ő jó maga is, soha nem az volt az elsődleges szempont, hogy ebből hogy lehet megélni, hanem a magának a repülésnek a szeretete és imádata volt az elsődleges szempont. És valóban most már könyveket írt, hát nyilván nyugdíjasként, könyveket írt, előadásokat tart, és egyrészt szenvedéllyel, másrészt meg igaz ismerettel, hiszen az élete őnek is ehhez kapcsolódott és erről szólt. A varsói szerződés időszak alatt, meg a háború után, ugye egy új rendszer alakult ki, és a hortista magyar pilótákat 3 évig felhasználták őket, amíg oktatták a munkásparaszt fiatalokat, és 1951-ben ez 7 évet kapott, azt felakasztották, azt 10 évet kapott, és kész. És én hálát adok a Jóistennek, hogy 1989 elén találkoztam ezekkel az idős emberekkel, akik villanyszerelők lettek, meg élték a életüket, és nem ismertük őket. És ezt követően karoltuk föl ezeket a kapcsolatokat. Egyiküket, a Tobak Tibort elvittem a vadászgéppel repülni, az orvosit meg kellett csinálni, és szegény Tibor este hívott, hogy de Attila baj van. Mondom, mi van Tibor? Hát 70, majdnem 80 éves volt. Hát a repülőorvosi intézetnél a belgyógyász, hogy a DKG-t mondta, hogy Tibor, ezzel a szívvel örüljön, hogy él, szó se lehet vadászgéppel repülni. Na Tiborkám, a fele engedély megvolt, mert én, mint légierővezérkarfőnök, az enyémet megadtam, de az orvosival nem tudok mit csinálni. Vártam 2 hetet, leülepedett minden, és ilyen fél illegálisan elvittem a Tibort, és a hajtóműindítástól leszállásig az egymás közti be volt kapcsolva állandóra, és hallottam, hogy zihálva szívja az oxigént, és tudtam, hogy addig jó, amíg ezt hallom, hogyha megszűnik, nagy baj van, mert a Tibor meghalt, én meg megyek a börtönbe. Tábornok úr, és hogyha most önt elvinné valaki egy géppel? Állok elébe.
Kosicki Attilának sok könyvet köszönhetünk a magyar vadászpilóták életéről, történelméről. Köztük egyet franciára is lefordítottak. Most egy a II. Világháborúban elhunyt füredi pilóta fotóalbumát digitalizálja.